A Martosi Szabad Egyetemen Wetzel Tamás helyettes államtitkár vezette a külhoni magyar pártok vezetőinek fórumát. A politikusok a határon túli magyar közösségek szempontjából sikeresnek ítélték az elmúlt egy évet. A Kárpát-medencei kerekasztalnál a nemzetpolitika hozadékai, a külhoni magyar közösségek törekvései, illetve az egyes nemzetrészek aktuális viszonyai voltak a legfontosabb témák. Csak az etnikai alapú politizálásnak lehet jövője az egyes nemzetrészekben. Ez volt az egyik fő üzenete a külhoni magyar pártok vezetőinek tegnapi fórumán a Martosi Szabad Egyetemen. Addig magyar a párt, amíg a tárgyalási nyelve magyar. Amennyiben a tárgyalási nyelve nem magyar, akkor már nehezen beszélhetünk magyar pártról. A pártelnökök szerint az anyaországnak különböző módon kellene kezelnie az egyes nemzetrészeket, hiszen azok eltérő ütemben fejlődnek, máshol tartanak. A zsákutcás volna az a politika, amelyik mindenki számára ugyanazt az utat, ugyanazt a sebességet és ugyanazt a távolságot látna elő. Ezért azt gondolom, hogy ez egyedül járható út, ez a többsebességesség, ami az én olvasatomba azt fedi, hogy mindenkinek az a kötelessége, hogy megfogalmazza a saját ambícióit. Pásztor István, a VMSZ elnöke és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is hangsúlyozta, jó döntést hoztak, amikor pártjaik Szerbiában és Romániában kormányzati szerepet vállaltak. Azt mondták, a külhoni magyar pártok feladata, hogy közösségük érdekét szolgálják. A kormányzati eszközökkel élve mindig voltak eredményeink, ezeket a közösségünk értékelte. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy jó döntéseket hoztunk, és ez soha nem jelentette azt, hogy az ellenzékben el lenne élet. Amikor az ellenzékiseket kellett választani, akkor azt választottuk. A fórumon a pártok vezetői azt mondták, a külhoni magyaroknak a továbbiakban is szükségük van Magyarország erkölcsi és anyagi támogatására. Arra fogunk törekedni, és arra is törekszünk, hogy a elkövetkező időszakban régi ismerőseinket, barátaink, harcostársaink a magyar kormányban különböző szervei vannak, felelős partneri viszonyt alakítsuk ki. A külhoni pártvezetők egyetértettek abban, hogy a határon túli magyar közösségek fogyásának megállítása az egész nemzet feladata és felelőssége.